Következzen az a példánk, amely a december 22-én egy vizsgafeladat volt, amiben ennek a tulajdonképpen két függvénysornak az értelmes tartományát kérdeztük. Az nem más, mint ugye a két konvergencia tartománynak a metszetét kell megadni. Tehát tulajdonképpen két függvénysor vizsgálatot fogunk végezni. Hát ezért 30 pontos nyilvánvalóan ez a feladat, hogy volt, mert hogy sokat kell számolni. De újdonságot nem fog jelenteni. Nyilván vesszük az elsőt, és külön megnézzük, hogy erről mit mondhatunk, hol lesz. Ugye abszolút konvergens, divergens, és majd az ábrát, hogy felrajzoljuk, akkor könnyebb lesz a metszetet venni. No, tehát futóindex, hogy egytől megy, akkor itt nincs probléma, gyökhalad, itt sincs, hogy kettő az n-edike, meg n. Itt jól látható ez eleve, a nevezőben van írva, és hogyha az n az 3-nál nagyobb, akkor persze ott is lesz, azaz az 1-2 pontot ki kell szednünk, ugye? Tehát ott biztosan problémánk van, tehát ugye ezek a függvények, körülbelül legalábbis az első 3, az ott nincs értelmező. 1-2, nem, 1-2. Oké, no, faktoriális nincs, akkor természetesen a n-edik gyöktesztet fogom alkalmazni, és ugye akkor nézzük, ezt úgy írjuk fel, hogy n-edik gyökat n plusz 3, és annak veszem a gyökét, ez pedig n-edik gyök alatt n, az akkor 2, és van még, ezt így írom, x plusz 1-2, tehát ide kell csak az abszolút érték per n-es. Nézzük a határértékeket. Ugye az n plusz 3 az közrefogható n és a két n közé, hogyha az n nagyobb mint 3, tehát a rendőrrel alapján felhasználva ugye az elemi sorozatok határértékét, azt kapjuk, hogy 1-hez, 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 tehát ez is 1-hez fog tartani, ha n tart a végtelenbe. Ez ugye tudjuk, hogy 1-hez tart, tehát akkor ez itt a konstans az 2-hez, tehát akkor itt van ugye 1-2-t száll. Nézzük, itt igazából ugye ez egy minden rögzített x-re egy szám, tehát akkor a kitevőjét, ami n-3 per n, ugye 1-3 per n-ként érható föl, azaz ez 1-hez fog tartani. Azt kaptuk, hogy ez itt 1-2-t száll, 1 per x-1-2 itt az abszolút értékben. Jó. Tehát azt tudjuk, hogy ha ez a kifejezés egynél kisebb, akkor ez tart, igen, ez nem egyenlő. Tart, ha ilyen tart a végtelenben. Na, tehát akkor itt az 1-2-t, 1 per abszolút érték x-1-2, ugye abszolút értékben. Tehát ez kisebb, mint 1, akkor lesz abszolút konvergens. No, átalakítva 1-2-t, az kisebb, mint x-1-2 abszolút értékben. Tehát tulajdonképpen az abszolút érték nagyobb, mint 1-2-t, figyeljünk oda, hogy ez azt jelenti, hogy akkor az x-1-2 az nagyobb, mint 1-2-t, vagy az x-1-2 az kisebb, mint a -1-2-et jelenti. Tehát két, nem dolgozhatunk együtt a két abszolút egyenlőtlenséget, külön kell felírnunk, mert x nagyobb, mint 1 esetén, illetve x kisebb, mint 0 esetén lesz abszolút konvergens. Tehát akkor itt van a 0 pontunk, itt van ugye az 1 pontunk, és akkor azt kaptuk, hogy abszolút konvergens itt, illetve abszolút konvergens itt. Ugye a komplementer akkor a 0 és 1 között az van, hogy divergens biztosan, és a két végpontban kell majd nekünk ugye, a megfelelő számsorokat vizsgálni. Na, hát akkor vizsgáljuk ezeket a megfelelő számsorokat. Tehát az egyik az, amikor is a x egyenlő ugye nullát helyettesítünk. No, akkor itt nekünk van egy olyan kifejezés. Tehát ezzel nem kell foglalkozni, ezt írom le külön, hogy mi is van. Tehát, hogy akkor -1 per -1-2 van az n-3-on. Na most ez nem más, mint 1 per, akkor -1 van az n-3-on,
Jó, és 1-2-tel az n-3-a. No. Hát a mínusz 1 az n-3-on, igazából mindegy, mert ez ugye három páratlan szám, mindegy, hogy n-1-t írok ide, vagy n+1-et, tehát ez az első része, ez mínusz 1 az, hát simán n+1-ként írom fel, jó? Tehát ezt azért nagyjából jelezni kell, hogy a mínusz 1-nek ugye a hatványa hogy mennek, hát páratlan, ugye itt ez a 3-as, akkor ennyi az egész, de ha valaki akar, akkor részletesebben kiírhatja. Ez pedig 1/1-2 az n-3-on. Hát az 2 az n-3-onként írható fel. Oké? Okay? Tehát itt ugye 2 a mínusz elsőn, és akkor ez is reciprok miatt mínusz-mínusz, és akkor ez így írható fel. Tehát akkor ez itt nem lesz másként 1/8, mínusz 1 az n+1, és 2 az n-en alakban. Tehát, hogyha ezt ide visszaírom, eleve az 1/8 abban nincs n betű, tehát azt ki is hozom, és ugye itt van n+3 lyök alatt n, 2 az n-en, mínusz 1 az n+1, és meg van szorozva 2 az n-en, tehát, hogyha itt leegyszerűsítünk 2 az n-en, azt kapunk, hogy egy alternáló számsort kaptunk. Így végtelen. Mínusz 1 az n+1, pedig gyök n+3 per n-ünk van. Na most nézzük a másik pontban, ugye, amikor is az x egyenlő 1-jel. Hát, hogyha x egyenlő 1-jel, akkor ugye 1/1-2 van az n-3-on. Tehát nincsen ez a mínusz 1 az n-3-on. Ebből minden van, tehát tulajdonképpen ez ennek itt simán 1 az n+1-en szerepel, tehát azt kapjuk, hogy ebben az esetben ugye nincs, nem írjuk ki, mert egynek bármelyik hatványa egy lenne, és akkor csak simán ezt kapom. Tehát ugye ez itt a pozitív tagú számsor, az pedig az alternálója. Jó? No. Akkor ennél a lépésnél ugye végponton vagyunk, összehasonlító, hogy integrál tesztet alkalmazzuk, és hát remélem, hogy az integrált mégsem, ha bár nem olyan nehéz. Hát mondjuk inkább azt, hogy ne integráljunk. Ugye az an, az ügyesen írjuk föl, akkor itt ugye gyökern a domináns, itt n, tehát ez itt 1+3 per n, ez itt 1, egyszerűsíten, ez 1/n az 1/2, meg persze tart a nullához, ez tart a nullához, ez tart az 1-hez, tehát akkor az egész az tart a nullához, ami sajnos további vizsgálat, további munkát jelent, igaz? De ez a második szorzó tényező egy pozitív szám, ebből következik, hogy ez a számsor hasonlóan viselkedik, mint a szóma 1/n az 1/2. Na most ugye itt az n-nek a kitevője az 1/2, ami nem nagyobb, mint 1. Akkor ebből következik, hogy ez itt ugye divergens lesz, tehát ami hozzá hasonló, az is divergens. Ebből következik, hogy az alternálója nem abszolút konvergens, de attól még lehet feltételesen konvergens, ha teljesíti a Leibniz feltételeket. Ugye az an, ezt jelöltük csak simán an-nal. Annak a határértéke 0, igen, itt van, tart a nullához, ki lehet pipálni, ugye csomban vele. Még az a kérdés, hogy az an az monoton csökkenő-e. Na most, hogyha megnézzük itt az általános tagunkat, hogy a fönt is van-e, alul is van-e, ezért hát biztos, ami működik, az a, ugye, a deriválás, tehát fölé, hogy az fx függvény az legyen a gyök x+3 per x függvény, ennek mi is a deriváltja, ugye a gyök x az x+3 az 1/2-ent jelenti, tehát akkor a hányados függvény deriválási szabály alapján 1/2-szer x+3 a mínusz 1/2-en belső függvénynek 1, szorozva a nevezővel, mínusz, és akkor itt ugye egyszerűsítés miatt nem a gyököt fogom írni, hanem az, hogy ez az x+3 az 1/2-en,
van megszorozva ugye x derivátjával egyen. Tehát erről még nem tudom megállni az előjelet, számlálót nevezőt szorzom a x plusz 3 a mínusz 1 kettedik ennek, akkor itt ugye azt kapom, hogy 1 kettedik x-ből, ez pedig ugye x plusz 3, az 1 kettedik n szorozza az 1 kettedik, tehát önmagával az persze x plusz 3-at ad. Ide alulra mégis a gyökös alakba írom, már ugye a pozitivitás jobban látszik, tehát ugye x nézet az is pozitív, x gyök alatt az x plusz 3 az is pozitív, és ez itt ugye akkor mínusz 1 ketted x, mínusz 3 per gyök x plusz 3 szorozva x négyzet. Hát egy kicsit már csúnyán értem ide alulra, de ugye jól látszik, hogy nyilván x az nagyobb, mint 1, tehát akkor ez mindig a számláló negatív, nevező az pozitív, tehát akkor ebből következik, hogy a függvényünk az monoton csökkenő, hogyha x nagyobb, mint egyet értem, vagyok egyenlő. És ebből következik, hogy a monotonitás is megvan, tehát ebből következik, hogy ugye az alternáló az konvergens, de nem abszolút konvergens, ugye erre szoktuk akkor azt mondani, hogy feltételesen konvergens lesz. Tehát azt kaptuk, hogy az egy pontban divergens, ugye, itt ebből a pontban pedig feltételesen konvergens. Jó? Tehát itt ebben a pontban. Oké? Okay? Na, akkor robogjunk tovább, és nézzük a második függvénysort, ami... Ugye, nem más, mint az, hogy nullától megy végtelenig, 3 per, n plusz 1, itt 4, az n-dikán van, x plusz 1 kettőd, 2n minusz első. Nézzük az értelmes tartomány, nullától indulunk, itt nincs probléma, nincs probléma. Itt 2n minusz 1 van, tehát ez azt jelenti, hogy akkor ott ugye n egyenlő nullára bizony-bizony 1 per, ugye, racionális törfüggvényünk van, tehát ez azt jelenti, hogy az 1 kettőd, a mínusz 1 kettet, bocsánat, és akkor próbáljuk valahogy újrajzolni, hogy itt ugyanoda kerüljön, tehát ha itt a nulla, akkor itt a mínusz 1 kettet ki kell szednem. Jó? Tehát ebből indulunk ki, mínusz 1 kettet pontra kidobtam, és akkor megint csak faktoriális hiányában az n-edik gyök tesztet alkalmazzuk. Jó? Tehát akkor ez nagyon jó, mert csak 3-as van, alapvetően ugye az n plusz 1 is könnyen becsülhető, majd az 4, itt pedig x plusz 1 kettel a 2n minusz 1 per n nem van. Tehát alapvetően csak az n plusz 1-et kell, hát nyilván n nagyobb, mint 1 esetén már is majd egyszerűen, hogy 2n a felső, ugye ami korlátja. Tehát ha n-edik gyököt vonok, akkor felül a korlátozható, igen, és akkor ezek alapján megszoktuk a rendőrvel segítségével, persze, hogy egyhez fog tartani. Jó? Tehát ez tart az egyhez, ez ugye tudjuk, hogy egyhez tart. Tehát ez itt egy negyed lesz majd, ugye négy azt tart a négyhez értelemszerűen, meg konstans kitevőbe, 2n minusz 1 per n, azaz 2 minusz 1 per n található, azaz n tart a végtelenbe, ez tart a 2-höz, és akkor ugye ez itt minden x egy rögzített szám, lehetséges x-re, ugye? Tehát minusz 1 kettődöt hamar ki kellett dobni, tehát azt kaptuk, hogy 1 negyed, és akkor ugye abszolút x plusz 1 kettőd a négyzeten. Tehát létezik ez a határérték, és ahol ugye ez kisebb mint 1, azon x-ek esetén ott abszolút konvergens a függvénysor, tehát x plusz 1 a négyzetem kisebb mint 4. Óvatosan abszolút értéket ne hagyjuk el, amikor gyököt vonok. Jó, és akkor azt kapom, hogy mínusz 2. Hogy lett ebből 1?
Ez itt egy ketted, bocsánat. Vagy ez itt egy ketted. Egy ketted. Tehát x plusz egy ketted és kettő között van. Tehát akkor az azt jelenti, hogy az x az 4, az 3 ketted, ez pedig ugye akkor mínusz 5 ketted. No, akkor próbálj meg elhelyezni, ugye a 3 ketted az másfél, tehát akkor ezt ide kell tennem, ugye? Ez itt a 3 ketted, és kell nekem egy, hú, nagyon messze vagyok. Hát, jó. Ide rakom csak a mínusz 5 kettedet, és akkor azt kaptuk, hogy közötte abszolút konvergens, itt ezt a pontot ki kell lőni, itt is abszolút konvergens, értelemszerűen ugye akkor itt divergens, és itt is divergens, jó? És további vizsgálatokat kell végeznünk a mínusz 5 ketted, illetve a 3 ketted pontban. Behelyettesítve az x helyre konkrét számsorokat fogunk kapni. Tehát x egyenlő mínusz 5 kettet helyettesítés, vagy az x egyenlő 3 kettet helyettesítés kell elvégezni. Kezdjük az első, megint először csak ide helyettesítsük már be. Tehát akkor ugye azt kapom, hogy mínusz 5 kettet meg 1 kettet, az mínusz 2 van itt a kéten mínusz első. Ugye az nem más, mint mínusz 1, a kéten mínusz elsőn szorozva, 2 a kéten mínusz elsőn, hát akkor ez itt mínusz 1 a kéten negyediken szorozva, mínusz 1 az en negyediken, akkor ez itt, ugye páros, akkor az nem ad más, mint mínusz 1 a mínusz elsőn. Igen. Tehát ez nem ad más, mint 1-et, tehát mínusz 1 a mínusz elsőn, akkor ez majd mínusz 1 lesz szorozva. Ez pedig itt 2 a 2 negyediken szorozva 2 a mínusz első. Jó? Tehát ez az mínusz egyszer, ugye 2 a 2 ez 4 az n negyediken szorozva 1 ketteddel. No! Hát akkor itt ezt kaptuk, hogyha ezt ide beírjuk. Ugye? Hogy ez itt. Az 1 kettedet akár ki is emelhetem ide. Bocsánat, a mínusz 1 kettedet ráadásul, ugye azt is kivéltem, és akkor 3 per n plusz 1 a 4 n nediken, és akkor itt van megszorozva 4 az n nedikennel. 4 az n nedikennel le is tudok egyszerűsíteni, mínusz 1 kettet, szumma 0-tól végtelenik. 3 per n plusz 1-et fogom kapni simán. Wow, hát ez elég egyszerű lett. Tehát igazából ugye itt, hogyha ezt az egy pozitív tagú számsornát, tehát tulajdonképpen a mínuszat kihoztuk, de hát alapvetően hogy azt mondom, hogy ennek majdnem, hogy az lesz a pozitív tagú, és ennek a mínuszat. Ugyanis ebben a pontban természetesen az azt jelenti, hogy hát, ugye a 3 kettőd esetén 2-t írnánk ide, tehát akkor a mínusz előjel nincsen. Ennyi a különbség. Tehát ebben az esetben ugye 1 kettőd szumma. 3 per n plusz 1-et fogom kapni. Jó? Tehát ugye ez a pozitív tanú. Ez a pozitív tanú számos. És itt összehasonlító, hogy integrál teszt következik. Az an, hú, hát ez nagyon-nagyon egyszerű. Ugye ez nem más, mint 1 per n-szer 3 per 1 plusz 1 per n, hogyha már ténylegesen precízen meg akarjuk csinálni ebből az elemi esetben is. Hogy ugye persze, hogy az általános tag az tart a nullához, ami csak további vizsgálatot jelent, de ugye ez itt a további vizsgálat, de ugye ez itt egy pozitív szám, akkor ebből következik, hogy ez a számsor hasonlóan viselkedik, mint a szumma egy per n. Persze, hogy remélem, hogy ránézésre is már láttam, ahol is ugye az n-nek itt a kitevője, a nevezőben az 1, ami nem nagyobb, mint 1, akkor következik, hogy ez a számsor divergens, akkor ami hasonlít hozzá, az is divergens, ez nem más, mint a mínusz egyszerese, tehát akkor ebből következik, hogy természetesen
az is divergens. Divergens. Ez nekem divergens. Igen. Jó. Tehát akkor azt jelenti, hogy mind a két pontban divergens lesz. Divergens. No, és akkor meg van külön-külön, akkor már csak annyit kell csinálni, hogy össze kell raknunk. Na nézzük, induljunk el. Én a mínusz végtelentől, ugye egészen eddig a pontig ez divergens, jó, a másik az jó, de ez nem jó. Azt kell nézni, hogy hol lesz mind a kettő konvergens. Tehát a feltételesen konvergens dolog is jó. Tehát eddig a pontig biztosan, ugye ez nem jó, innentől kezdve abszolút konvergens, hát inkább ide lemásolom. Tehát mínusz 5/2-ben nem, de utána egészen mínusz 1/2-ig, ugye, mínusz 1/2-ig, mind a kettő abszolút konvergens, de mínusz 1/2 ez nincs értelmezve, kiesik. Mínusz 1/2-től nulláig, a nulla pontban ez itt feltételesen konvergens, ez abszolút konvergens. Tehát ez benne van ugye a konvergencia tartományban. Tehát ez azt jelenti, hogy mínusz 1/2 ez nyílt, az kiesik, de a nulla pont az benne van. Nézzük, mit történik utána. Utána az van, hogy nulla után ez divergens lesz. Egészen, itt nincs is értelmezve, az egy pontban is divergens, az mindig jó, igaz, de az egy pontig, meg az egy pontban sem jó itt ezen a darabon, és akkor ezek után, egy után ez már abszolút konvergens lesz, ez abszolút konvergens egészen 3/2-ig, de 3/2-ben divergens, tehát akkor 1 és 3/2 között mind a kettő abszolút konvergens, de a végpontok azok nem jók, tehát akkor nyílt intervallumot kell írni. És ez lesz a, ugye, a megoldása a feladatnak.